Abasár legnagyobb történelmi öröksége és feladata Abos Sámuel király központjának feltárása, bemutatása. 17 év ezelőtt egy helyi vállalkozó saját költségén elkezdte a feltárást, majd 15 éven keresztül gyakorlatilag megállt az idő az ásatások körül. Azt gondolom, nincsenek véletlenek. Újra össze tudunk fogni a kezdeményező személyekkel. Nagyon bízom abban, hogy a most újonnan elkezdődött régészeti feltárásnál ez a szakmai, emberi azonosság a gondviselés pozitív erejével átütő eredményt fog hozni. A 2006-2008 közötti ásatások a kiindulási alapja a feltárásunknak, amit a védőtető mögöttünk látható. Ugye ezek során már meglett az a korai 11. századi kerektemplom, illetve rotunda, ami tulajdonképpen a egésznek a kiindulási alapja, hiszen szakvélemények szerint talán ebbe a rotundába temették el Abas Sámuel királyt. És akkor ehhez kapcsolódóan már akkor a 2000-es évek végén meglett a palotaszárny falainak első traktusa, és mi ezen nyomok alapján indultunk el, és most koncentrálunk rá a rotunda környékére, a mellette lévő korai kápolnának feltételezett épületre, illetve a palotaszárny folytatására. De a furcsaság az lett a dolgokban, hogy itt például sokkal magasabb szinten előkerültek olyan alapzati, falazati elemek, amik egyértelműen magasabb talajszinten lévő épületekre utalnak. Viszont az a falazati párkány, az ugyanolyan, mint a 11. századi rotunda párkánya. Tehát reméljük, hogy itt is valami fontosabb épület alapjaira bukkantunk, illetve most már szinte feltártuk a palotaszárnynak ezt a helyiségét, amiből értékes faragott kövek kerülnek elő, nyilázáróknak ablak keretrészek, illetve a bejárati ajtó, ami itt a fal közepénél van, annak a elemei, amik majd a későbbi rekonstrukciókhoz jó támponttól szolgálhatnak, hogy milyen típusú nyilázárókat tervezzünk be. De a legnagyobb várakozás az, hogy valami rendszert próbáljunk találni a 2000-es évek elején elkezdett ásatásban, hiszen a rotundához kapcsolódó épületfalakból nem sok minden rajzolódott ki, talán egy palotaszárny indítása. Most viszont ez alatt, az egy hét alatt, amit itt ugyanis ezen a héten kezdtük a feltárást, tehát ez a pár nap alatt kiderült, hogy egy sokkal bonyolultabb épületkomplexumról van szó, és hát ezek a magasabb szinten lévő lábazati faragott elemek, ezek bizonyosan egy fontos épülethez tartoznak, és ennek a funkcióját, hogyha fel tudjuk deríteni, az örömteli lenne. 80-as években épült, vagy még korábban épült műfház teljes területe alatt van ez a hátunk mögött lévő lila ház, illetve borkombinát területe alatt van, de ez földrajzilag jól kirajzol itt egy dombot, ami nyilván egy erőt fallal körbevett terület volt. És kérdés az, hogy itt a szomszéd utca túloldalán lévő házak, ingatlanok, azok vajon a központi palota épülethez tartozó erődített részhez tartoznak-e, vagy azok már kívül esnek rajta, de itt is előkerültek olyan dolgok az elmúlt évtizedekből, mint például egy középkori kútkváderrel megerősített gyönyörű kút, amit most volt szerencsém megnézni, ami arra utal, hogy az a terület is abszolút használva volt a középkorban. Azt nem tudjuk, hogy hozzátartozott-e a királyi palotához, de hogy biztos lakták és kőépületek álltak ott is, az bizonyos. Gyerekkoromban itt volt feltárási munkákat indítottak el annak idején az egri vármúzeum részéről, és erre én emlékeztem. 2006-ban dr. Besze Tibor és dr. Fodor László vezetésével egy alapítvány keretében újra elindítottuk itt a Basáron a régészeti feltárásokat nagy várakozással. Ez 3 évig zajlott, akkor ez leállt, ez a folyamat. Most hál' Istennek elmondhatjuk, hogy itt vannak a kollégák, és 14 év után új rendületet kapott ez az egész. A Magyarság Kutatóintézet fölkarolta ezt az ügyet, és Kárstár Miklós professzor úr ennek kiemelt jelentőséget tulajdonít ennek az ásatásnak.
reményünk, hogy Abba Sámuel királyunk sége is valahol itt van, ami alapvetően majd hozzájárulhat a genetikai történeti eredetünknek az alátámasztására. Mi a csillagokban járunk, és mi nagy reményeket fűzünk ehhez. Abasár királyi központ, ez most már látszik, nagyon kevés olyan település van Magyarországon, amely ezt elmondhatja magáról, és Abasár jövőjét erre szeretnénk fölépíteni, turisztikai és minden egyéb vonatkozásban.